Hello mindenkinek, én vagyok a Hubkapi, aki nem tudja. És elgyűjtem, húzzátok az első Apex Legends-es videóval. Annyian mondtátok, hogy Hubkapi, láttuk, hogy te szoktál vele játszani. Miért nem csinálsz belőle tutorial videót? Na szóval akkor itt is vagyok. Elsőnek szeretném nektek ezt a hűst. És rögtön mi vagyunk a Champion Squad. Hát igen, nem hiába, hisz én vagyok itt benne. Szóval rögtön kiválasztottam a Pathfinder-t, és akkor szeretném nektek ezt a Champion-t bemutatni, hogy mégis mit tud. Egy ilyen játékon belül, hogy miért is annyira jó, miért mondják azt, hogy az egyik legjobb. És miért mondják azt, hogy Pókember Kupi. Vajon, ma mindjárt meg fogom mutatni, csak pikkülni kül egy helyet. Például menjünk ide. Ez elég jó hely. Ezt szeretem, és akkor el is fogunk launcholni mindjárt, és már megyünk is. Szóval, azért jó ez a hős elsősorban, mert eléggé rugékony. Nagyon sokan és nagyon gyorsan tudja változtatni a helyét. Szóval, hogyha launcholni akarsz vele, azaz keresni akarsz minél jobb ilyen itemet, vagy bármi, akkor vele gyorsan meg lehet tenni. Szóval figyeljétek, hogyha most ki akarsz lőni magadból ilyen cuccokat, ami ilyen kütelet eredményez, gyorsan fűszerek egy-két cuccot, mert azért itt lehet mindjárt fájtulás lesz. Jó, mi ez? Spitzfire, az ő nem kül nekünk. Hát jó. A lőszer az mindig jól gyűszik, én azt mondom. Jó, van itt a pánc, és akkor szeretném nektek megmutatni ebben a játékon belül. Lehet, hogy nem tudok annyira oda koncentrálni, mert tutoriázgatok. Hogy mit tud? Például föl akarsz oda menni. Akkor hogyan lehet? Úgy, hogy fölugrálsz a dobozokon. Vagy megnyomod a kút, és akkor így kézzel lüvel ilyet. Jó, most nem akarja elkapni. De most elkapta. Látjátok, mert nem mindegy, hogy hova lövünk. Hova be tud akarni, vagy nem. Ez pontosan úgy néz ki, mint amikor Spider-Man ugye kilő ilyen pukhálót a kezébe és odaragad, csak ez eltűnik utána. Figyeljétek, eltűnt. Nincsen nyoma, hogy te ide fölgyűztél. Semmi nincsen. Ez elég hatásos tud lenni. Így az ellenfél nem tud téged lekövetni. Illetve ugye van neki egy útja. Az útja is hasonló. Hogy csak az így kiakaszt ilyen két kütelet, és akkor rajta lehet így mászkál, az ellenfél nem jó van. Jó, hirtelen megijedtem. Ja, közben itt a csapattársam már lútyókat keményen. Ez nem kő, ez kő, nem kő. Na, akkor én azt mondom neked, hogy kicsit beszélek így az előzmény történetről, hogy hogyan gyűjt be ő. Mindenki tudja, hogy őt úgy építették. Ő egy robot volt, ugye, és ugye a tervezői nem hittek benne, és őt tesztegettek mindenféle mikrocsippeket rajta, hogy hogyan lehetne életre kelteni. De valahogy sehogy sem reakciózott rá, és ezért kidobták a kukába. És utána egy másnap így mennek vissza, és egy fűtűnik nekik az, hogy hum van a Pathfinder. Hova tűnt? És akkor keresték. És ugye innen is kapta nevét, hogy a Finder az a keresés jelenti. És akkor nézegették sehogy, és igazából nem azt hitték, hogy valami csüvesek elvitték, ugye, mert hogy vasasba, vagy valami. De utána látták a híreket, hogy elszabadult, és elkezdett úgymond üldökülni keményen, és tudták, hogy nagy baj van. De próbáltak elsunyítani, de nem nagyon sikerült. És akkor most begyűjt ebbe a játékba. És akkor itt próbál a legjobb lenni a kütelek segítségével. Na, igazából ennyi volt az előző. Ó, ott van ilyen szar. Gyorsan menjünk oda. Igazából mindjárt, hogy teljes. Eléggé jó, mert mi ez? Havoc Refill. Az nem kő, mi ez? Havoc Refill. Az csak ő. Van itt egy még egy, ezt gyorsan ki kell bontani. Mit ad? Charge. Ó! Van kék sídüm! Mondjuk ez lehet, hogy jól gyűszik.
ez a charge. Aha, na ezzel jó lesz emberek. Szóval ez lesz az első tutorial videóm. Remélem, hogy élvezitek. És sokat tanultok belőle. Szeretnék majd így azt, hogy hogyan kell helyezkedni. Mindegyik hősről szeretnék csinálni ilyen bemutató videót. Amúgy ez a játék miből lett létrehozva? Nem másból, mint ugye az Overwatch. Az nem más, mint a látványvilág. Látjátok? Ez ilyen mesés kicsit. Illetve nem másból még, mint a League of Legends, mert ott is vannak ilyen championok, meg ilyen hűsük. Szóval ebből a kettőt így keresztezték, és akkor így van, az Apex Legends. Na, közben a hunatársam, mert ez egy csapatjáték, ez oda kell figyelni. Le kell nyomozni, hogy merre fele jár. Van itt ilyen jó fegyú, mi az? R99. Az eléggé jó, szeretem. Ez nem kell kézértupájuk. Jó, ez kő. Fontos itt, hogy gyorsan tudjál mindent csinálni. Megyek föl, hunakör. Ja, benne vagyunk. Na. Ah, itt ide. Megy itt a harcolás, nyomok ki Y-t. Hogy minél gyorsabban oda tudjak menni, segíteni neki, látjátok? És akkor már megyek. És akkor közben lövöm. Ennyi. Ah, kapta, kapja nagyon. 9-ször lement a... Ah, mindegy, kárlátuszik! Kárlátuszik! Gyorsan fedezékből kell bújni. Van izé, sídem? Van. Mindjárt hogy jövök, van nekem izé. Tárcsövesem. Á, nem. Mi van? Ja, az a társam. Ja, az a társam. De nem izé figyeltem. De hún vannak. Győztek a házba? Aha, jó, elintéztük őket. Oh! Melyik apa? 65-öt beizét tibicsültem. 12, gyere, menjünk rá, izé, nullos. Gyere, futok. Ennyi! Ne! Hallod? Ég! Ez... jó, igazából most így direkt akartam meghalni. Mert ezt a videót nem akartam elhúzni, de valami égetett engem folyamatosan. Hát igaz, ez nagyon számít, hogy a társam nem volt valami jó. De most nem akarom őket így leszúrni. Szóval ez volt az első Apex Legends-ös tutorial videóm a Pathfinderről. Illetve egy kis gameplayt láttátok, de most nem nagyon koncentráltam oda. Írjátok meg, hogy szeretnétek-e még ebből a játékból, mert tényleg azt mondtátok, hogy kő. Én voltam a Hubkapéj, akinek tetszett a videó, az így iratkozzon fő, vagy bármi. És akkor sziasztok. Hello!